A napokban egyre többen ülnek személyi jövedelemadó bevallások fölött, és próbálják kitölteni a bevalláshoz szükséges formanyomtatványt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint minden negyedik adóbevallás hibás. Sokszor olyan banális hibákat ejtenek az adózók, mint hogy nem írják alá a kitöltött nyomtatványt. A könyvelő szerint egyre kevesebben vállalkoznak egyedül kitölteni bevallásukat, mert a jogszabályok évről évre változnak. Tipikus hibaként említi, hogy azok a munkavállalók, akik csupán egy-két hónapot dolgoznak egy évben, elfelejtenek bevallást készíteni. Ha gyorsan pótolják az elmaradást, megúszhatják egy figyelmeztetéssel is. Ne hamarabb pótolni, ne várjuk meg, míg az adóhivatal szólít föl, vagy esetleg ellenőriz, mert az adóhivatalnak is van rendszere, tehát a munkáltató, kifizetők is adnak be bevallást, és ez alapján le tudják szűrni az adóhivatalba, hogy terhel-e minket bevallási kötelezettség. Az viszont nem lenne jó, hogyha már rögtön egy ellenőrzéssel kezdődne, annak már komoly szankciói vannak. A személyi jövedelemadó bevallást az idén legkésőbb május 21-én hétfőn kell beadni, és addig kell befizetni az adótartozást is, akinek van. Május 21-ig lehet rendelkezni az adó 1-1%-áról civil szervezetek, illetve egyházak javára. A vállalkozók dönthetnek úgy is, hogy rendelkező nyilatkozatukat bevallásuktól függetlenül küldik el külön, elektronikusan vagy postán. Ennek határideje is hétfőn jár le. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az 1%-ról nyilatkozzak, mert ezzel tudom segíteni, vagy tudjuk segíteni az alapítványokat, egyesületeket, egyházakat. Mondjuk nem nagy pénz, de akkor is sok kicsi sokra megy. Az adózók csaknem 40%-a mégsem ajánlja fel személyi jövedelemadójának civileknek adható 1%-át. Igaz, évről évre körülbelül 80 ezerrel nő az összegről rendelkezők száma. Tavaly a legtöbb felajánlást egy beteg gyermekeket segítő alapítvány gyűjtötte be.